Kihirdették az első centúrió országos maketkiállítás és versenygyőzteseit. A megmérettetésen 66 alkotás közül kellett kiválasztania a szakmai zsűrinek a kategóriák nyerteseit. Az országos verseny közönségszavazásán egy bagolai induló, Kalamász Gergő bizonyult a legjobbnak. Ő egy kavaszaki ninjával nevezett az online maketviadalra. A versenyen való részvétel ingyenes volt, és az ország egész területéről érkeztek jelentkezők. Az idei megmérettetés az online térben zajlott, de a nagy érdeklődés miatt a szervezők jövőre személyes jelenléttel szerették megtartani a programot. A versenyen légi és harszjármű, figura és polgári témakörben hirdettek győztest. A közönségszavazás nyertesét pedig a beérkezett lájkok alapján választották ki. Pontoztuk az összerakás minőségét, az illesztéseket, akkor, akkor pontoztuk azt, hogy mennyire valósághű az adott mű, a festést, a festéstechnikát, a koszolást, tehát mert minél, inkább igazából azt próbáltuk meg pontozni, hogy minél közelebb jön a valósághoz, hiszen ezek méretarányban 1,72-es, 1,35-ös méretarányok, ugye körülbelül egy ilyen 10-20 centis ö, művekről beszélünk.